Jó hír, hogy a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések által az energiaellátás valamennyi önkormányzati intézményben biztosított Székesfehérváron, írja posztjában Cserpalkovics András. A polgármester részletes tájékoztatást adott az intézmények és a középületek vonatkozásában is a helyzetről. Eszerint az önkormányzat teljes ellátás alapú villamos energia és földgáz kereskedelmi szerződései október 31-ével lejártak. Ezen szerződések alapján az önkormányzat fixáron tudta biztosítani a villamos energiát és a földgázt. A korábban fennálló szerződések esetében az önkormányzat egységesen lépett fel intézményei nevében, és mind a földgáz, mind a villamos energia beszerzései során előnyt jelentett a nagy tételben történő vásárlás, ami előnyösebb szerződéses feltételeket és kedvezőbb ajánlati árakat eredményezett. Az elsődleges szempont az volt, hogy a korábbi nagy energiaadásvételi szerződések lejártát követően is biztosított legyen a folyamatos villamosenergia és a földgáz ellátás, a kiemelt épületeket tekintve kisebb intézményekben. Ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett egyik lehetséges megoldásként merült fel annak vizsgálata, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti kevesebb energiát vételező intézmények önállóan folytassanak lebeszerzési eljárást, és önmaguk kössenek szerződést akár rövidebb időszakra is. Ezzel a lépéssel volt garantálható valamennyi intézmény működtetése. Cserpalkovics András a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában beszélt arról is, hogy az energiaválsággal kapcsolatos egyeztetéseken Balla György miniszteri biztosnak hangsúlyozta, az érintett nagyvárosok számára a legnagyobb segítség az lenne, ha a távhődíj jelentősen csökkenne. Mostani adataink kedvezőek, ugye ezeken a tárgyalásokon azt kértük Balla Györgytől is, hogy ezek az energiahivatali eljárások induljanak el, ezt meghallgatták, hiszen elindult ez az eljárás, ez egy 20 napos ármegállapító döntéssorozat, ebben most már körülbelül egy harmada eltelt, tehát, és még mindig alacsonyan vannak az árak, úgyhogy kezdünk bizakodni, de majd körülbelül december elejére fogunk pontos árakat látni. A polgármester kiemelte, amennyiben a jövőbeli távhődíjat megállapítják, arról tájékoztatni fogják a közvéleményt. Hozzátette, az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a jelenleg ismert árakkal, díjakkal és inflációval lehet csak számolni. Az intézkedéseket ez alapján hozzák meg a novemberi közgyűlésen is.